Dobpergés, cintányérhang, húrpengetés, hangolás, beállás. Várakozás, mely nem volt másért, mint a bojtórán színpadra állásáért. Kérem, fogadják szeretettel a színpadon a nagy múltú bojtórján együttest. A koncert után pedig közönség találkozót tartanak itt a színpad előtt, ahol lehetőség nyílik önfeled beszélgetésre a családról, és persze bármi másról. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és ne feledjék, mától egy éven át szóljon minden a családról Tiszalökön. Hallgat róla a rádió, nem említ a filmhíradó, pedig már sok ember felfedezte. Én is gyakran jártam ott, a jó kedv elhagyott, rátaláltam, de mindig máshol. És ha kéred, mondjam el, merre is találunk. A négyszegletű kerek erdő nincs sehol, de létezik. Aromó meg Mikka Makka hívtak többször is. A négyszegletű kerek erdő otthonnan, ha arra jársz. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntünk benneteket, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Én személy szerint nem tudom, hogy jártam-e valaha már itt, vagy akár csak a környéken is, de hát, ha hosszú idő telt is el, a Bojtórján együttes a mai délutánon fellép egy családi koncerttel, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a műsort gyerekdalokkal, és aztán folytatjuk a Bojtórján slágerekkel, amit remélhetőleg az emberek még ismernek. A mi korosztályunk, az én korosztályom bizonyára igen. A gyerekek pedig csak akkor, hogyha a felnőttek megtanítják, vagy megmutatják nekik ezeket a régi dalokat. De hát rengeteg gyerekdalunk van, amiket szeretnénk eljátszani itt, mielőtt a régi slágerekbe belefognánk.